Jól kezdték a mérkőzést Miskolcon a nyíregyháziak, az első negyed után 5 pontos vendégelőnyt mutatott az eredményjelző. A második 10 percet 7 ponttal nyerte az NKS, és a folytatásban sem változott a játékképe. A harmadik és a negyedik negyedet is behúzták a nyíregyháziak, akik végül a 25 pontig jutó Pap Klaudia és a 18 pontos Farkasinszky Orsolya vezérletével 19 pontos győzelmet arattak. Érdekes mérkőzés volt, mert ugye, hogy a Diósgyőr azért megpróbált egész pályán letámadni, megpróbáltak úgy védekezni, hogy faut határon, na most ebben sok esetben a játékvezetők azért partnerek is voltak, tehát kicsit agresszívabb, keményebb volt, mint akár a felkészülési mérkőzésünknek bármelyike is. Ugye azért csak tudomásul kell venni, hogy ebben a csapatban olyan 5 játékos játszott, akik az A-val edzenek, tehát napi 2 edzéssel készülnek a bajnokságra. De én úgy gondolom, hogy a lányok, ami tőlük tehet, azt mindent megtettek a győzelem érdekébe. A palánk alatt azért az Orsi nem igazán volt tartható, és a második fél időre a Dia egy olyan egyéni teljesítményen rukkolt elő, úgy egy-egy játékban, mint a kitűnobásokban, amit szintén nem tudott tartani az ellenfél. A nyíregyháziak a második fordulóban azt a Szegedet fogadják, amelyitől az előző szezonban az alapszakaszban mindkétszer kikaptak, az ötödik helyről döntő párharcban viszont mindkétszer legyőzték a tiszapartiakat Farkasinszky Gyulárné tanítványai. A régi magból, ahogy megnéztük mostani játékos listát, 5 maradtak, hát nekünk attól több maradt, hát bízunk benne, hogy innentől kezdve azért az előny az mindenféleképpen nálunk lesz, ugye ők is elkezdtek befiatalítani, azokat a játékosokat játszhatják, akik korosztályos válogatottak. Ugye jó alkatú, jó szerkezetű az a 3-4 lány, aki most újonnan kezdett játszani, meglátjuk, bízunk benne, hogy ez a mi rutinos játékosainak az nem fog gondot és problémát okozni, számomra csak a győzelem elfogadható hazai pályán. A nyíregyházi kosársuli Szeged mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában.